mintha nem látna téged jól a párod a párkapcsolatban. Szeretettel köszöntelek, Németh Érika vagyok, önismereti tréner. Most több videót veszek föl egyszerre, és még mindig nem gyógyult meg a hangom, még mindig fáradt, de mégis úgy szeretnék elmenni a következő önismereti táborunkba, hogy nem hagylak benneteket videó nélkül, ezért most picit tömbösítek, de remélem, hogy ezen a hangon is tudjátok fogadni és még érteni, értelmezni a videóimat. Köszönöm a türelmet! Egy nagyon érdekes és furcsa jelenséget hozok most ebben a videóban. Mintha nem látna téged a párod a párkapcsolatban. Úgy fogom most ezt megmutatni, hogy a férfi oldaláról fogom a problémát megvalósítani, vagy megmutatni, mintha a nő szenvedné el azt. De ez nem tipikus, ez lehet fordítva is, tehát a szerepek meg is cserélődhetnek, de valahogyan ábrázolni szeretném és meg is szeretném mutatni, ezért most ezt a felállást választottam. Mi ez a furcsa jelenség? Volt már olyan, hogy megkérdezted a párodat, hogy drágám, mit fogsz csinálni holnap, mi a programod? És a párod valami egészen furcsa reakciót, valami dühös reakciót adott erre a kérdésre, és valami hasonló stílusban válaszolt. Már megint kontrollálni akarsz? Bele akarsz szólni? Mi van? Nem bízol bennem? És akkor te ott állsz? Nem. Semmi ilyen nem volt bennem. Sem a kontroll, sem a félelem nem volt bennem. Én igazából pont azért kérdeztem, hogy mik a terveid holnapra, mert gondoltam akkor adnék hozzá javaslatot, hogy együtt töltsük. De idáig már nem jutsz el, hogy megmagyarázd kedvesen, mert a párodból valami nagyon furcsa ellenállás, valami furcsa ellenszem tükröződik, ami igazából mintha nem is neked szólna. Mintha látna valakit itt helyetted, benned megtestesülni. Vagy mondok egy másik példát. Mondjuk megjegyzed, hogy ó, láttam Bélám, hogy visszajelölted ismerősnek a szomszéd lányt a, nem tudom, a másik utcából. Erre Béla a következő reakciót teszi. Nem szabad? Mi van, már megint féltékeny vagy? Már megint nem tehetem azt, amit szeretnék? Árgus szemekkel figyelsz és kontrollálsz? Mi történik? És te megint itt állsz megsemmisülve, hogy sem féltékenység nem vezetett, árgus szemekkel sem akarod Béládat kontrollálni, te egész egyszerűen csak lelkesen és örömittasan megjegyeztél valamit, talán éppen pont azért, mert téged is most jelölt ez a szomszédlány ismerősnek, és gondoltad, esetleg át is lehetne hívni este. De már nem jutsz el idáig, hogy megmagyarázd, mert közben téged is egy félelem, egy megrőkönnyödés, egy tehetetlenség érzés ural el. Mi történt ebben a szituációban? Miért változott Béla hirtelen egy ilyen türelmetlen szörnyeteggé? Mit látott a kérdésedben? Mit látott Gizi kijelentésében? Az történik ilyenkor, és ezt most úgy mondom, hogy ez nem törvényszerű, de hogy vannak ilyen esetek, van ilyen jelenség, amikor az történik, hogy Bélánk életében előtted volt egy másik nagyon meghatározó nő. Ez akár lehet a saját édesanyja, vagy lehetett mondjuk a korábbi, az első felesége, vagy élete párja, akivel sokáig élt együtt, vagy sokáig volt kapcsolatban. Azzal a nővel nagyon sok hasonló élethelyzetet megélt. Sok olyan élethelyzetet, amelyek Bélánk számára nem voltak kedvezőek, kellemetlenek voltak. Mondjuk féltékenységi jelenetekkel kellett szembenéznie, vagy azzal, hogy anyukája, vagy az exe túlságosan kontrollálni akarta őt, nagyon sokat várt el Bélától, és Bélának nagyon gyakran kellett magyarázkodnia, vagy időnként menekülnie bizonyos élethelyzetekből. Ezek az élethelyzetek kialakítottak Bélában egy ilyen ragadozó sémát, egy menekülést, amit gyakorlatilag támadásban tud kifejezni. A félelmei jelennek meg Bélának. Mi történik? Te, Gizi, azzal, hogy nő vagy, már is megtestesíted Bélánk számában, vagy Bélánk szemében, számában, folyamatosan, Bélánál folyamatosan bakizom.
Szóval Bélánk szemében megtestesíted az ő anyukáját. Egy olyan séma működhet Béla fejében, hogy minden nő ugyanolyan. A nők olyanok, mint anyám. Vagy, ha az előző párja volt ilyen, akinél ezeket a kellemetlenségeket Béla megtapasztalta, akkor az a gondolat, hogy minden nő olyan, mint az exem. És neked gyakorlatilag semmit nem kell tenned, csak egy kérdést föltenned, és azzal, hogy te nő vagy, és azzal, hogy föltettél egy kérdést, Bélában már is aktiválódik az az élethelyzet, amit megélt azzal a másik nővel, anyukájával vagy az exével, és már is rád húzza ezt az élethelyzetet, ugyanazt a félelmetes, elszámoltatós, kontrolláló élethelyzetet ráhúzza erre a helyzetre, és a reakciója annak a helyzetnek szól. Olyan ez, minthogyha ezt a nőt beemelné ide, Bélánk, ebben a pillanatban, és gyakorlatilag téged rá keretezne, rád húzná annak a nőnek a működését. Ebben a pillanatban Bélánk nem téged lát, hanem a korábbi tapasztalásai szerint vagy az anyukáját, vagy pedig az exét, és Béla reakciói nem hozzád szólnak, hanem hozzá. Csak hogy ezt Béla nem látja. Te most ezt megérted, mert te ez a lány vagy, és azért fogod megérteni mindezt, mert neked nem voltak rossz szándékaid. Nem féltékenység, nem kontrollmánia, nem elvárások vezettek akkor, amikor például ebben a példában lévő két szituációt bevezetted itt Bélánknak. Nem vezettek ilyen indítatások. Ezért most érteni fogod azt, hogy azt mondom, hogy Béla reakciói nem neked szólnak. Béla reakciói egy exnek vagy egy anyával kapcsolatos megélésnek, tapasztalásnak szólnak. Rád van húzva egy keretrendszer, ami azonban számodra kényelmetlen lesz. Mit tehetsz? Sajnos nincsenek jó híreim, ugyanis gyakorlatilag semmit nem tehetsz. Mert Béla nem fog téged látni. Ő ebben a pillanatban teljesen vakon van, és egy korábbi szituáció működésében él, ahhoz reagál. Észre kellene magadat vetetni. De hogyan tudod magad észrevetetni, miközben áthúztak egy keretrendszert, és nem látszol ki alóla? Az egyetlen, amit tehetsz, hogyha folyamatosan azt ismételgeted, és próbálod Bélánk tudtára adni, hogy én nem az vagyok, akihez most szólsz. Én nem az vagyok, akinek most gondolsz. Béla, kihez szólnak a szavaid? Kiről gondolkodsz most? Én nem voltam féltékeny ebben a pillanatban. Kit látsz bennem? Persze Bélánk majd fennhangon fogja folytatni. Olyan vagy, mint anyám. Minden nő ilyen. Nem, Béla. Én nem ő vagyok. Én nem az anyád vagyok. És én nem minden nő vagyok. Én vagyok. Gizi, látod? Ne várd el, hogy Bélánk ebben a pillanatban meglásson téged. Még nem fog. De ez nem is Béla, akinek ebben a pillanatban magyarázol, hanem ez itt most éppen Béla egója, a Bélában futó séma, és te éppen a sémának akarod megmutatni magadat, kétségbe esettem. Hosszú folyamatnak kell eltelnie ahhoz, sok hasonlóképpen lejátszódó szituációnak, hogy Béla végül meglássa, hogy ja, te tényleg nem az vagy? Te tényleg nem az a nő? De hogy mi? Hogy nem minden nő egyforma? Na, de várjunk meg, ha nem minden nő egyforma, akkor te milyen nő vagy? Te mit akarsz? Akkor te miért kérdezed meg, hogy mi a holnapi programom? Tényleg azért kérdezed meg, hogy együtt legyünk, és nem azért, mert féltékeny vagy? Tényleg, van ilyen is. Képzeld el, mennyiszer kell megismételned a helyzetet, mennyiszer kell higgadtnak maradnod Giziként ahhoz, hogy Béla megértse, hogy most más van. Nagyon sokszor. Nagyon-nagyon sokszor. És ez lehet, hogy nagyon sok időbe fog kerülni. Ezért rád bízom, hogy hajlandó vagy-e beletenni ezt az időt, ezt a folyamatot, ezt az energiát a helyzetbe. Fontos-e neked, Béla, annyira, hogy akar neki megmutatni a valódi énedet, és hogy megértesd vele, hogy te nem az anyukája vagy, te nem az exe vagy,
te egy teljesen más nő vagy, teljesen más működésekkel. Fontos-e neked, Béla, annyira, hogy rászánd ezt az időt? Fontos-e neked ez a kapcsolat annyira, hogy átharcold magad ezen a rád vetített keretrendszeren? Ha igen, akkor hajrá, nem beszélek le róla, mert hogyha ennyire fontos neked ez a Béla, akkor biztosan tudod, hogy nagyon sokat fogsz nyerni azzal, hogyha ezt megnyered, ezt a helyzetet. De ha fáradt vagy, ha nagyon kilátástalannak látod, ha tehetetlen vagy ebben a burokrendszerben, akkor be kell látni azt is, hogy ez egy olyan hosszú folyamat lenne, hogy igazából megmutathass valódi önmagadat, hogy azt is megértem, ha azt mondod, hogy ez már neked nem éri meg, és elmész a kapcsolatból. De egy biztos, Béla fejében csak akkor lesz változás, ha Béla is szükségét érzi annak, hogy ott változás legyen. Te pedig csak annyit tudsz tenni, hogy mindig higgadtan, türelmesen, kedvesen és szeretettel próbálod megmutatni valódi önmagadat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Remélem, hogy sikerült újra felismeréssel szolgálnom a számodra. Tarts velem, velünk önismereti kurzusainkon is, személyesen vagy élő online közvetítéssel, Gáborral közösen sok szeretettel látunk. Szerezd be otthonra önismereti könyveinket is, és juss felismerésekre otthon kényelmesen magadról. Vagy csatlakozz itt a YouTube-on, az exkluzív haladó önismereti csatornánkhoz. Ez egy fizetős csatorna, amelyet a YouTube üzemeltet, mi a tartalmat adjuk hozzá. Nem kell megijedned, nem magasak a költségek, havi 1000 forintért szilvert tagságot, vagy havi 3000 forintért gold tagságot vásárolhatsz. Itt találod meg a csatlakozás feliratú kék gombot a videóim alatt, csak nyomj rá, és a YouTube el fog kalauzolni téged a csatornához. Akkor fogod látni ezt a gombot csupán, hogyha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba, hiszen fizetős csatorna lévén a YouTube kell, hogy azonosítani tudjon téged. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak, magatoknak kívánnátok még.